Vadászásunk alkalmával ismét egy sztára bukkantunk, méghozzá egy olyan úriember, aki igen-igen meghatározója a hazai rockzene életnek, Somm Lajosnak. Szerbusz Lajos! Üdvözlök nézőket és mindenkit, sok csók! Hát elsőként két nagyon fontos dolgot szeretnék megkérdezni tőled. Az egyik a piramis. Röppennek a hírek, jönnek-mennek az információk, de biztosat még senki sem tud. Hát aki a legilletékesebben benne, az abszolút te vagy. Meg fogsz döbben, én se. Hát én se tudok semmit. Megmondom őszintén, hogy ez nem, szóval pertmanat nem álló olyan állapotban a történet, hogy azt tudjuk mondani, hogy igenis, most ekkor és ekkor lesz piramis buli. Nincs meghatározva, hogy most nem lesz, az se, hogy lesz. Én azt hiszem, hogy inkább az a történet, hogy működni fog, tehát lesz piramis. Hát kíváncsian várjuk, annyi mindent csináltál már pályád során. Látsz-e még tovább lépést? Fogsz-e, tudsz-e ennél tovább lépni? Ja, a zenébe? Igen, mondjuk a zenébe, ha már arról beszélünk. Hát inkább arról, mert a többi az más. A zenébe én csak akkor fogok zenélni, hogyha az én lelkemet megüti valami. Tehát most vagy olyan, ami ilyen belső szféra, tehát a saját személyiségem miatt kapok egy olyan intuíciót, ami miatt lépek, vagy esetleg az országban történik valami olyan, ami miatt úgy tűnik, hogy lépni kell. Egyébként nem igen látom, és én azt szoktam mondani, hogy mikor az ember fölmegy a hegy tetejére, és fölért a csúcsra, akkor ott előcsörög, jó a levegő, minden tiszta, van egy magasabb csúcs, de ha nem tudom úgy elérni, hogy minden, szóval minden baj nélkül, akkor inkább előcsörgök, mert minek? Tehát lefele én már nem akarok menni. Én nekem nagyon jó ez az állapot. Nagyon sokan az életüket odaadnák azért, amit én megkaptam a piramison keresztül, meg a Taurus, meg a tűzkereken keresztül. Most innentől kezdve, szóval tényleg csak az, ha hiszek valamibe, és fontos nekem, és fontos a körülöttem lévő embereknek, akkor lesz buli. Ez működik a Taurus és a piramisra is, vagy a saját lemezemre is. Lehet csinálni egy szólalemezt is, de egyre még nem látom ennek az értelmét most. Persze ilyen köztes állapot van. Nagyon sokan mondják, hogy jön vissza a rockzene. Ezt te mennyire látod reálisnak? Hol? Ahol jön? Szerintem sehol nem jön. Sehol nem jön. Megmondom, miért nem jön vissza, mert a nagy cégek, főleg a multicégek, ahol pénz van, egy fillért nem adnak a rockzenére. Ezekre az áll zenekarokra, olyan playbackekre, nem is az énekli, meg se tudnak mozdulni, vagy előtte, mit tudom, fél évig tornatanához járnak, hogy egyet a mozogni tudjanak, ezekre adnak pénzt, rockzenére nem adnak, és azt hiszem, hogy nem is fognak egy jó darabig, de nem baj, mert nekünk viszont annyi előnyünk van, hogy nekünk van egy olyan hátsó indítatásunk az elmúlt 10-20-30 évben, hogy amiatt hiteles, amit mit csinálunk a színpadon. Köszönöm, jó legyen! Köszönöm, üdvözlöm a nézőket, úgyhogy ha lesz információm elsőnként, akkor nektek fogom elmondani.